Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezt a kártyát többféleképpen lehet elemezni. Itt a kelyhekről van szó. És a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, tehát ez utal érzelmekre. Mivel itt a gondolatairól van szó, ennek ő tudatában van, hogy vannak érzelmek kettőtök között. Ez az elegáns mozgás, olyan mint egy tánc, az utalhat művészi területekre is, zenére, táncra, vagy valamilyen ünnepségre. Aztán ott van a hármas szám. Az jelentheti azt, hogy van egy harmadik személy, és beleavatkozik a dolgokba. A hármas szám viszont arra is utalhat, ami a képen látható, hogy itt van egy közeledés kettőtök között, te és ő, és ebből kialakul valami új, vagy egy kisbaba születése, vagy egy művészi alkotás. Itt gyümölcsözik valami, hiszen látható a képen. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Ez a lovas hintó utal mozgásra. Ezek lehetnek utazások, vagy egy költözködés. Ahogy a képen látható, ő kezébe veszi a dolgokat, és akkor így előre mennek az események, ha a fehér ló irányába tekint, mert itt nincsenek akadályok. Viszont mi van akkor, ha ő a fekete lovat választja, akkor visszatekint a múltba, és az fékezi az eseményeket, azon kívül van bizonytalanság, vagy néha félelem, és ezen át kellene tennie magát. És a harmadik kártya mutatja azt, hogy mit közöl veled. Én is szeretnék valamit közölni, ti mindig kérhettek tőlem egy személyes jóslást. Vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, tegyétek fel a kérdéseket, a díjam 3500 forint, és megjelenik egy videófelvételen, természetesen álnéven. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ezen a képen munkáról van szó és értékekről. Korábban mindig úgy elemeztem ezt a kártyát, itt vannak a nagy mesterek, és az a fiatal fiú ott bal oldalon tanul valamit. Mire rájöttem, mert megnéztem ezt a képet, és észrevettem rajta, hogy itt egy mesteri munkáról van szó. A kérdés az, ki itt a mester, és ki itt a diák? Ez nem úgy van, mint ahogy első pillantásra ez tűnik, hanem fordítva. És az azt jelenti, hogy ő sokat dolgozik, jól dolgozik, megvan a tehetsége, de nem kap elismerést, mert mások úgy kezelik őt, mintha egy diák lenne, aki most tanul. És az a másik két személy figyeli őt, ők tudják, hogy ez mennyire tehetséges, de nem mondják ki, hanem játsszák a mester szerepét. És ez kihat az ő munkájára, kihat arra, amit most így a napokban átél. De az is lehet, hogy ő tudja azt, hogy te vagy tehetséges, hiszen ez látható az első képen. Megvan ez a művészi alkotás, és megvan hozzá a tehetséged. Tehát ki tudnád magadat bontakoztatni, de mások lekicsinyítenek téged, és úgy kezelnek, mintha neked még tanulnod kellene, vagy sokat hibázol.
és ők tudják azt, hogy mennyire tehetséges vagy, de irigyek rád, és nem mondják ki. A te lelki társad ezen átlátott, mert ez foglalkoztatja őt, és mondani is fogja azt, hogy légy magabiztos. Annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy, hogy mások téged figyelgetnek, vagy kritizálnak, az egy mellékes dolog. Az a fontos, hogy te magabiztos légy, és az a fontos, hogy ő így lát téged. És most megtekintjük a következő kártyát, ami lehet a megoldás. Ennek a horgonynak két jelentése van. Egyrészt utal egy helyre, ahol úgy érzed, igen, ide elérkeztem, itt le tudok horgonyozni, le tudok gyökerezni. Ez lehet ez a párkapcsolat kettőtök között. A másik jelentése ennek a kártyának az a munkahely. Tehát itt vannak munkahelyi témák is. Lehet, hogy neki is vannak gondjai a munkahelyén, de ha én megtekintem a kártya kombinációt, akkor én azt úgy látom, ő biztos abban, hogy nálad megvan ahhoz a tehetség, hogy ki tud magad bontakoztatni, ami gyümölcsöt hoz. Éld a hivatásodat, és te értékes vagy, mert megvan hozzá a tehetséged. Akkor is, ha a munkahelyeden vagy a környezetedben mások ezt nem így látják, illetve úgy mondanám, ők látják ezt, de nem mondják ki, mert irigyek rád. Tehát éld a hivatásodat, és bízz abban, hogy a párkapcsolat területén kialakul valami, és meg lesz a biztonság érzete. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!